Köszöntöm a kedves nézőket! Az idei évből már nincs sok hátra, de azért még sok olyan versenyt rendeznek, ahol olimpiai kvalifikációs jogot lehet szerezni, és reméljük, hogy még sok örömhírrel szolgálhatunk önöknek, de most nézzük meg együtt, kivel találkozhatnak a mai adásban. Pár napot töltött itthon Póta Georgina, aki felidézte velünk pályafutása kezdetét, és megtudjuk, ki a legfőbb kritikusa. Hatos Gábor elárulja, kire is gondol birkózás előtt, és hogy Rio után bevállal-e még egy olimpiai felkészülést. Csele Gáspár egy időre letette dobverőit, ugyanis harmadik maratoni versenyén megfutotta a kvalifikációs szintet. És bepillantunk a női triatlon csapat olimpiai felkészülésébe, ahol kiderül, kit is várnak a top 10-be. Póta Georginának jót tett a németországi klubváltás, hiszen saját bevallása szerint sokat fejlődött. Azt nem szereti, hogyha valaki a családjából ott ül a nézőtéren, de a meccsek után mindig felhívja édesanyját. Ez jót tett neki most a legutóbbi Európa-bajnokságon is, ahol ezüstérmet szerzett. És hogy miről is szólt a beszélgetés? Az most kiderül. Amikor anyukám terhes volt, akkor is 6 hónapos koráig játszott velem, és 6 évesen jöttem a statisztikába pingpongozni az Ormai Laci bájékhoz. És tulajdonképpen itt indult el a pályafutásom. Ugye az újonc, serdülő, ifi felnőtt korosztályokban is mindig voltak kimagasló eredményeim. Tehát nem is jött szóba nálam, hogy most esetleg abba hagyom. Persze voltak hullámvölgyeim, amikor összecsomagoltam mindent, és egy-két napra hazamentem, és nem jöttem a pingpongterembe, de ez azért volt, mert rosszul játszottam. És el voltam keseredve, 13-14 évesen, de tényleg nem volt kérdés, de mindig voltak eredményeim, és azt tudom, hogy ha keményen dolgozik az ember, akkor az kifizetődő, és akkor csináltam tovább. Nem szeretek annyira mozogni, szóval a szüleim nagyon jól kitalálták nekem ezt a sportágat, nagyon köszönöm neki. Itt az asztalnál ilyen kisebb, apróbb mozgások vannak, és reakció nagyon fontos. És ez nekem, hál' Istennek, megvan. Gyerekkoromban anyuval voltak összetűzéseim, mert ugyebár ő is ért a pingponghoz, és amikor lejött a versenyeimre, akkor volt egy, hát nem szokásom, hát az történt velem, hogy így leblokkoltam. És úgy tűnhetett a nézőknek, vagy a anyukámnak, akik néztek, hogy állok, és hogy nem mozgok, és hogy nem hajtok. Közben csak valami történt a fejemben, amit így meggátolt abban, hogy mozogjak, és így teljesen lefagytam. És akkor anyu így néha így beüvöltött, hogy mozogjál, és akkor volt egy pár veszekedés. Vagy hogyha esetleg nem nyertem meg valami magyar versenyt, akkor nem beszélgettünk egy napig. De most már sokkal jobban viseli, és már nem izgul annyira. Az itthoni versenyekre ki jár? Nem igazán. Te nem akarod, vagy ő nem bírja a feszültséget? Szerintem jobban járunk mindketten, hogyha telefonon megbeszéljük a történteket, így a verseny vagy a meccsek után. Mit mondtál neki most az Európa-bajnokság után? Mondta, hogy hát gratulál, de hogy mi történt? Hát, mi történt? Mondom, kikaptam egyéniben. Ez egy egyéni sport, és ez már az 5. alkalom volt nekem, hogy 8 közé jutottam be az EB-n, tehát jogosan kérdezte. Egy európaival játszottam, akit már többször vertem meg. De hát most erre a kérdés, hogy mi történt, ő most jobb volt nálam. Nem haragudott rám meg semmi, csak hát jobban örültem volna egy egyéni éremnek, mint a párosnak. Tóth Krisztivel jó párost alakítva Európa-bajnoki címet is nyert. Éveken át sikeresen szerepeltek, ám Kriszti nem olyan régen befejezte páratlan pályafutását. Ő, ami anyukánk volt, mindig így terelgetett minket. Nagyon jó csapatszellem is alakult ki közöttünk. Jó fej volt. A mostani csapattal sincs semmi probléma, tehát nagyon jól megvagyunk, csak én úgy érzem, hogy én nem vagyok egy ilyen vezető típus, mint a Kriszti. És lehet, hogy most a fiatalabb korosztálynak jól jönne egy olyan lányzó, aki így karakánabb, meg többet beszél. De dolgozom ezen is, tehát fejlődöm.
Hogy választottok páros partnert? Szamara bejelentkezett a Véglás Péternél. Szerintem ez egy nagyon jó lépés volt tőlünk, hogy megpróbáltuk, mivel az első pár versenyen azért nem tudtunk úgy együttműködni, meg nem éreztem a szerválya után a játékot, de a utolsó egy-két versenyen már nagyon jól játszottunk, most az EB-n másodikok lettünk. Az a nagy kérdés, hogy mi lesz a jövőben. Ez decemberig ki kell, hogy derüljön, hogy kivel fog tudni indulni, vagy hogy tudunk egyáltalán maradni, vagy sem. Mindenkinek nagy álma olimpián dobogóra állni, de én nagyon a földön járok, és nem nagyon képzeltem én el, hogy olimpián négy közébe jussak. És az, hogy kijussál? Nekem az volt mindig, hogy kijussak az olimpiára. Hogy annak már én nagyon örültem. Nem akarom elkiabálni, valószínűleg ez lesz a harmadik olimpiám, mert az edzőmmel úgy számoltuk, hogy körülbelül 80-ba kell maradni a világranglistán, és akkor ki lehet jutni. Most 31 vagyok, meg kell tartani a helyemet, ez a legfőbb cél. Nagyon szeretem a fonálkomat. Tenyeressel annyira nem vagyok kibékülve, lenne mit fejlődni. De szerintem ezért is vagyok kellemetlen másoknak, mert néha én se tudom, hogy mi van benne, meg hogy találom el. Én mindig szeretnék bele farsot tenni, de valahogy nem sikerül, nagyon sokszor üres. Védők ellen nagyon sokat fejlődtem, ezt Berlinnek is köszönhettem, hogy klubot váltottam. Itt a statisztikában megtanultam az alapokat, meg hogy hogyan kell játszani egyes stílusok ellen. Hát örülök, hogy eddig eljutottam. Olimpiai bronzérmes birkózunk, ha nem birkózik, akkor a természetet járja, pingpongozik vagy focizik. Hatos Gábor kemény kötés ellenére soha nem verekszik a magánéletben, sőt, nagymamájától kapott rózsafűzér minden versenyre elkíséri, és állítólag szerencsét hoz neki. Ebben az ütött-kopott 50 éves edzőteremben készül a riói olimpiára Hatos Gábor. Az olimpiai, világ és Európa bajnoki bronzérmes szabadfogású birkózó több sportágat is kipróbált, mielőtt a birkózó szőnyeget választotta. Először próbálkoztam pingpongozással, focival, karatéztam, és édesapám révén neki volt egy ismerőse, és ő mondta, hogy rengeteg energiája van ennek a fiúnak, nem tudja lekötni, próbálja ki a birkózást. Így kezdődött minden. Gábor 10 évesen kezdett el birkózni, és annyira megtetszett neki ez a sportág, hogy idén 22 éve már, hogy itt ragadt. A siker pedig nem maradt el. A 7-szeres magyar bajnok birkózó a 2 évtized alatt olimpiai, világ és Európa bajnoki bronzérmekkel gazdagodott. Sose gondoltam volna, hogy én Európa-bajnokságon, világbajnokságon vagy olimpián dobogós fogok lenni. Ez számomra egy új ajtót nyitott ki, és még jobban beletettem magam a birkózásba, még többet dolgoztam. Szerintem erőmön felül nem 100%-ot, hanem 110%-ot próbáltam teljesíteni szőnyegen, mint munkámban is, akár volt mondjuk 20 feküdtem, azt én mindig tényleg próbáltam még 22-t, vagy ha még valami volt valami, akkor még valami plusz beletenni ahhoz, hogy sikeres legyek. Egy világversenyen dobogón állni Gábor szerint olyan felemelő érzés, amihez semmi sem fogható. Neki ez 7 világeseményen is megadatott. Csodálatos érzés, nagyon gyorsan elmúlik. Az ember egy kicsit úgy megszűnik létezni a mozgás, minden az ember úgy kicsit el tud mélyülni, örülni. Tényleg csak a boldogság van. Szavakban nehéz szerintem úgy elmondani, de felemelő érzés. 2004-ben 20 éves voltam, első olimpiámon voltam kint, egy-két dolgot látott az ember,
Athénben voltunk. Egyszer nyertem, egyszer kikaptam. Kudarcként jöttem azon, még akármilyen fiatal voltam. 2008-ban ugye az olimpián, kimentem egy olimpiára, ahol nem is tudtam elindulni. Ismét egy kudarc, az embernek valamilyen szinten egy rémálomá vált az olimpia. És hát itt volt London, ahol már tényleg úgy mentem ki Londonba, hogy az ember megjárta már mindenféle szempontból, és nem figyeltem a körülményekre, 3-4 napot voltam kint, szóval már teljesen nyugodtan mentem ki. A nyugalom és higgadság pedig meghozta gyümölcsét. A 2012-es londoni olimpián Gábor eredetileg az 5. helyen végzett, de üzbék társát doppingvédség miatt kizárták, így végül bronzérmes lett. Gábor minden verseny előtt szüleire, menyasszonyára és 2 éves kislányára gondol, és mint babonás ember, az ő edzőtáskájában is több minden meglapul. Szerencse kavics, nagymamám rózsafüzére, vannak, de ezt is el kell különítem, mert az embernek esetlegesen valami otthon marad, aztán utána azt mondja, hoppá, azért nem sikerült. Nem volt olyan, hogy nem volt ott az alsógatyám, és úgy nyertem. Szombathely a magyar birkózás fővárosa, tartja a mondás, és ez nem is véletlen. Veréb István tanítványai ugyanis 27 érmet hoztak már el világversenyekről. Gábor ezt a gyűjteményt csak tovább gazdagíthatja. Nagyon keves embernek van ilyen küzdeni tudása, illetve a keringési rendszere olyan, ami szintén a nemzetközi mezőnyben is kevés versenyzőnek adatik meg. A riói olimpiára novemberben kezdődik meg a felkészülés. Várhatóan ez lesz Gábor utolsó olimpiája. Úgy érzem, még EB-VB-ken még egy-két év az menne. Egy olimpiát mi 4 évet szerintem az már nem. Már nincs annyi benne a zsákba szerintem. Nagyon sokszor meghaltam a szőnyegen, szó szerint. És azokat a darabokat nem tudom visszahelyezni. Azok ott maradtak a szőnyegen. Csere Gáspár 2 éve még nem gondolta volna, hogy ott lesz majd Rióban. Ám élete 3. maratoni futóversenyén eddigi legjobbjával kvalifikálta magát az olimpiára. Akik az Úr erejében bíznak, azok szárnak elnek, mint a saskesű. Futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Ez az Ézsaiás könyvében. Ez egy nagyon jó futós bibliai idézet. És ez vagy te? Mondhatjuk, igen. Olyan családba születtem bele, ahol a mozgás, a folyamatos fizikai aktivitás az teljesen természetes dolog volt. Jártunk kirándulni, beirattak úszni. Jó, az úszás egy kicsit tényleg kényszer volt, de például a futás az nagyon üdítő volt így az úszás mellett. Jöttek a versenyeredmények, meg értek ilyen ingerek, hogy láttam versenyeket magam körül. Volt egy-két ilyen példakép. Ez mindenképpen ösztönzett, és tényleg ez hajtott, hogy szeretnék így a legjobbak közé kerülni. Gáspár először a duatlonnal próbálkozott, ám 2 év után rájött, az nem neki való. A hosszú távfutásban lehet inkább otthonra. Az én edzőm azt mondta, hogy én leginkább az etióp futómozgásra hasonlítok. Ugye van a kenyai, az ilyen nagyon szárnyalós, nagyon könnyed. Ugye ők a legvékonyabbak, hosszú lábúak. Az etiópok is vékonyak, de ők egy kicsit talán izmosabbak, nem annyira magasak általában, és talán az én stílusom inkább rájuk hasonlít. Például a High Legeb Selassie volt maraton világsúlytartó etióp futó, ő is példaképem, és sokat tanulmányoztam annak idején az ő mozgását, meg most is, és úgy gondolom, hogy kicsit próbálok hozzá hasonlítani a mozgásban. Ilyenkor videózol is nézed, hogy hogy áll a keze, a lába, kifelé, befelé csapja, ilyenkor mit nézel egyébként egy videófelvételen? Hát, így van mindent. Tehát igazából van, amikor csak így a hangulat miatt, például a versenyek előtt van, hogy akár órákig is tudok ilyen maratonon közvetítéseket visszanézek, és akkor így a ritmust figyelem, ahogy futnak meg karlábmunkát, a törzs tartását. Ha találok, akkor akár visszalassított videókat is tanulmányozok, és így próbálom átvenni az egésznek így a dinamikáját, meg így a stílusát. És ahogy nézi az ember, azt vesz észre, hogy az edzéseken valahogy így időről időre be is épül a mozgás. Ez is az önkifejezésnek a része volt.
valószínűleg a ritmus érzékem az elég jó. Ez fontos, mert mind a hosszú távfutáshoz, mind a dobhoz nagyon kell a ritmus, és talán ez a közös a kettőben. És az egyik ugye azért a testedzés, bár túlmutat azért azon, de alapvetően egy fizikai tevékenység, ez meg sokkal inkább szellemi. Itt az ember kicsit így a művész igényeit is ki tudja élni, és így a kettő jól kiegészítette egymást, és így éreztem már gyerekkoromban azt is, hogy így teljes tudok lenni. Hát ilyen dicséret zenekarokban játszok többnyire, illetve korábban volt egy jazz zenekarom is, de mivel az még komolyabb gyakorlásokat igényelt volna, ezért az most így abba maradt. De úgy vagyok vele, hogy mivel a zenét az bármilyen korban lehet csinálni, ezért előfordulhat, hogy a sport pályafutásom után visszatérnék rá, ha lesz rá lehetőség. Valahogy annyira a maximális teljesítményre figyelünk, hogy figyelünk mondjuk a légzésre, a mozgásra, a frissítésre, a helyezkedésre, az időket számoljuk, és ahogy mindig ezeken a kis porcikákon gondolkozunk, hogy repülnek a percek, és észre se veszik 5 km, 10-15 és így megy tovább. De az utolsó 10-12 az igazából az a verseny fő része, ott kell nagyon ott lenni. Ilyenkor mi az, amitől erőt tudsz kapni? Hát mondjuk 30-nál még nem szabad számolgatni, mert akkor nagyon hosszúnak tűnik az a 12. Úgy azt mondanám, hogy olyan 35-36-tól voltak idáig olyanok, hogy azt éreztem, hogy akkor itt jön a finish. De még ott se szabad nagyon számolgatni, mert azért, hogyha az ember kifárad és még tudja, hogy 6-7 km van hátra, az sok. Úgyhogy tényleg mindig arra kell törekedni, hogy higgadtak maradjunk fejben. Mozgás próbáljon meg egyben maradni. És hát az utolsó 2-3 kilométerig, hogyha addig el tudok jutni egy jó mozgással, akkor általában a probléma akkor már nincs, akkor már ugye az embernek a szíve úgy beviszi. Tényleg az egész futás is egy nem csak egy fizikai, meg egy mentális dolog, hanem végig szellemileg is érzem, hogy kapcsolatban vagyok az élő Istennel, és végig érzem, hogy támogat. Vannak holdpontok, amikor tényleg érzem, hogy hát ha most magamra támaszkodnák, akkor nem tudom, mi lenne. Mindig érzem a megújulást. Nekem ez nagyon fontos, mert szerintem így hit nélkül így nehéz azért futni, mert tényleg azért az ember kerül olyan helyzetekben, amikor tényleg már a saját ereje nem elég, úgyhogy nekem nagyon fontos. A Beac 24 éves sportolójának harmadik maratoni, vagyis 42 kilométeres távján sikerült élete legjobbjával 2 óra 16 perc 30 másodperces idővel megfutnia a riói olimpiához szükséges szintidőt. Az ötkarikás játékokon a cél ennek az időnek a megdöntése. A hosszú távfutásban mondjuk van egy 3-4 hónapos felkészülés, akkor az ember egy nagyon jó szintre felkerül, és azt nem olyan könnyű megtartani. És nekem ez ritka, hogy augusztusban kell jó formában lenni, mert az utcai futóknak tavasszal és ősszel van a fő versenyszezon, és most nyáron kell jónak lenni. Mi a cél Rióban? Nehéz megmondani most Berlin után, amikor először találkoztam az edzőmmel, akkor pár percet beszéltünk a versennyel, és rögtön utána a jövőbeli tervekre tért rá, nagyon mindig a jövőben néz, és mondta, hogy az olimpián feltétlenül egyéni csúcsot kell futni. És mivel lennél elégedett? Azt tudnám mondani, hogy az olimpián jó lenne egy 15-ös időt, vagy akár egy kicsit belül futni. De azért még ez messze van, majd inkább előtte tudnék jobban nyilatkozni, amikor látom, hogy hova sikerült eljutni a felkészülésben. Sydneyben szerepelt a triatlon először az olimpia programjában, akkor indult egyébként a legtöbb magyar induló, szám szerint 4-en álltak starthoz. Ugyanezt a számot tűzte ki most célul a Magyar Triatlon Szövetség. Nézzük meg először, hogy állnak a lányok a kvalifikáción. Vanek Margit és Kovács Zsófi a Budaörsi Triatlon Klub versenyzői, és egyre inkább már csak a riói olimpia lebeg a szemük előtt. A londoni olimpiára éppen csak én nem jutottam ki, ami hát egy elég nagy kudarc volt, és ráadásul nekem akkor még egyetemre jártam, meg államvizsgáztam, tehát akkor voltak más elfoglaltságaim is. Úgy voltam vele, hogy akkor most mindent fel kell áldozni, mindent alá kell rendelni a triatlonnak, és akkor annak végül is meg is lett az eredménye. Az előző olimpia, hát ugye először jutottam ki, és nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Egyedüli kijutóként elég nagy volt rajtam a nyomás, és azt hiszem kicsit túl izgultam, túl gondolkodtam az olimpiát. Úgyhogy jövőre mindent az olimpiai felkészülésnek fogok alárendelni, és sokkal jobban szeretném csinálni, mint 4 évvel ezelőtt.
úgy van, hogy 5 fős az olimpiai keret, és reményeink szerint legalább 3-an az olimpiára is kijutnak ebből. Zsófi és Margit mellett erre még a 3 férfi versenyzőnknek van esélye. Az ő felkészülésükbe jövő héten pillantunk bele. De maradjunk egyelőre a lányoknál, akik az eső elől terembe húzódtak a kerékpáros edzésen. Gyakorlatilag a görgözés ez a szükséges rossz, miatt ugye a rossz időjárás meg esett az eső, úgyhogy idén már túl korán bejöttünk a fedett részére. Tehát ugyanazt próbáljuk szimulálni mindegy országúti edzésen. Akkor 1 percet külső tányér és intenzíven kell hajtani. Majd mondom. Ennyi kvalifikációs pontja még nem volt magyar triatlonosnak, mint ahogy állunk. Fél évvel gyakorlatilag az olimpiai kvalifikáció lezárása előtt. Jól küzdenek, tehát minden versenyen ott vannak, minden versenyen világkupák, ahol ott vannak, tudnak szerezni pontot, és szereztek is pontot mindig. 55-en állhatnak rajthoz Rióban, tehát durván az első 50-be kell bekerülni, és hát én ilyen 30. hely környékén állok most, tehát nem mondom, hogy nagyon biztos, de azért már, mert ez egy stabil hely. Igen, én most 27. helyen állok a kvalifikációban, ami hát az 55 főhöz képest azért ez tényleg egy biztos helynek számít. Hogyha minden jól megy, akkor nekem ezzel már nem lesz gondom, úgyhogy most már tudok a jövő év augusztusára készülni. Azt kell mondjam, hogy Margit már gyakorlatilag matematikailag sem nagyon eshet ki az olimpiáról, Zsófinak pedig valami katasztrófának kéne összejönni, hogy ne kerüljön ki az olimpiára. Tehát én úgy gondolom, hogy a lányoknál mind a két versenyző biztos olimpián induló lesz. Mind a kettő nagyon jó futó. A Margitnak sokáig úszott, és az úszólába van, tehát sokáig sérült volt majdnem minden évben. Az idei év volt az, amikor nem sérült, tehát kibírta már azokat az edzéseket, amik predesztinálták őt a jó eredményre. Az első pozitív visszajelzés az a 2013-as EB volt, amikor 7. lettem, és az volt egy olyan visszajelzés, hogy mégiscsak jó úton járok, és ezt kéne folytatni. Az elmúlt években jól sikerültek a versenyek, több értékes pontot gyűjtöttem világkupákon, a világbajnoki szériába többször be tudtam kerülni az első 20-ba. Ez mindenképpen bizakodásra ad okot, illetve hát a legjobb helyezésem világkupán az a 4. hely, ezt 2-szer sikerült elérnem Tiszaújvárosban. Az, aki úszó volt, az nem biztos, hogy egyébként a triatlonban sikeres lesz az úszószámba, a nyílt vízi úszás, a tájékozódás a vízben, azt nem biztos, hogy át tudja menteni a medencés úszásból. Margitnál előnyt jelent, illetve a Margitnak megvan az a tehetsége, illetve az az ügyessége, hogy jól tájékozódik a vízbe, illetve jól tud helyezkedni. Én azt gondolom, hogy a felkészülésük jól sikerült. Sérülésmentesnek mondható ez az év, mert azért a Margitnál mindig bejöttek a sérülések, és azt gondolom, hogy ez volt az, ami rengeteget dobott rajta, illetve nagyon jól tudtunk sakkozni a versenyek között. Nagyon jó, hogy úgy néz ki, hogy egy csapattal tudunk kimenni. Edzők is többen jöhetnek így velünk, és nagyon inspiráló a magyar csapatban a többiek eredménye. Én úgy gondolom, hogy van esély arra, hogy top 10-es versenyző, tehát egy számjegyű eredményt hozó magyar versenyző legyen Rióban. A legnagyobb esélye Margitnak van. A nagyon jó úszásával ő minden versenyen a világon élbolyos tud lenni. Néha gondolok helyezésekre is, de ez teljesen csak ilyen álmodozás szintű. Valószínűleg, hogyha ott leszek, és mondjuk elkezdünk futni, akkor már elkezdek számolgatni. Az olimpiai részvétel nekem nagyon fontos, hogy másodjára is rajthoz tudjak állni. Kicsit szeretnék bizonyítani is, hogy meg tudom ezt jobban csinálni, és fejben oda tudok állni.
Repül az idő, már is itt a játék. A múlt heti nyertesünk neve és a helyes megfejtés a képernyőn olvasható. Mai kérdésünk, melyik városban nyert Európa-bajnoki ezüstérmet Póta Georgina? Ha tudja a helyes választ, péntek délig küldje el nekünk e-mailben, és mutatom a nyereményt. Helyes megfejtőink között egy a Magyar Olimpiai Bizottság által felajánlott Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című kötetet sorsolunk ki. Mai adásunk véget ért, de keressenek minket a Facebookon vagy a weboldalunkon, ahol különlegességekkel, érdekes képekkel is találkozhatnak. Velünk itt az M4 képernyőjén pedig a jövő héten. Addig is, a viszontlátásra!